reggel kocsiba pattantunk, eljöttünk St. Pierre-be, most érkeztünk meg. Az a hajó, amit láttok, az a Bátoréknak a hajója. Most itt ülünk a parton és várjuk őket, hogy csatlakozzanak. Még nincs fix túratervünk, de vagy a Montpellier lesz, vagy pedig a másik opciónak, nem tudom mi a neve. Csomag összeszedve, és a hátsó ülésen helyet foglaltak. Végül a Monterén mellett döntöttünk, úgyhogy most úton vagyunk oda. Azért döntöttünk úgy, mert nem láttunk felhőket. Most kissé megváltozott a helyzet. Vagy csak annyira, hogy most már vannak. De még mindig a helyen. Igen, a hegy még a helyen van, úgyhogy bevesszük. Hány száz lépcsőfokot jöttünk fel eddig? 87-et én számolom. Tényleg? Dehogy is. Radnóti Miklósnak üzenem, hogy az erőltetett menete ehhez képest kutya fasza nem volt. Kezd lenni? Hát konkrétan így 1 méter előre, az 3 méter magasság különbség. Ja. Elkezdett esni az eső. Leváltunk a Bátoréktól, egy másik úton megyünk tovább. Majd de szépen mondtam, hogy visszafordultunk, mert puhányak vagyunk. Egy másik úton megyünk. Igen. Ugyanazon az úton megyünk, csak másik irányba. És a Bátorék szegények folyamatosan ránk kellett várniuk, mert az én bálna testemet ugye vonszolnom kell ezekkel a pálcalábakkal, izom az nem sok van rajtam, csak zsír, és hát ez van gyerekek. Úgyhogy mondtuk nekik, hogy én már innen tovább, én aztán már biztos, nem? Jó van még oda, de onnan már azt már tovább biztos nem. Jó, de azért elég sokat jöttünk, és onnan, ahol visszafordultunk, további 50 perc lett volna a csúcs, meg ahol van a vulkánnak a krátere. Állítólag. Állítólag. Úgyhogy mi most megyünk visszafele. Egyébként a visszafele út még nehezebb lesz, mint a felfele jövő, mert nagyon meredek volt, nagyon csúszós, nagyon sziklás, és hál' Isten most még ráesett az eső, úgyhogy na mindegy, challenge-be vagyunk. Érkeztünk az autóhoz. Kicsit megáztunk. Hát párás a levegő, na. Nagyon brutálisan szarráztunk, szétkaptak minket az áporok. Úgyhogy most bemegyünk a boltba, szerzek valami száraz ruhát magamnak. Aztán kajázunk egyet. aztán majd szép lassan beváljuk a bátorékat. Izgi volt, találkoztunk katonákkal. Komolyan? Durva volt, ja, ilyen francia idegen légiósok, vagy nem tudom, jöttek be egy ilyen 30 fő kis menedékházba, ajánlatunk, és puskákkal. Ja, minden. Idilli. Egy ilyen hadsereg. Mi ott adtuk a kis kakaócsikát. Pont illettek a millióhoz. 5 perc van még. Gyerünk, indulás! Nézni. Nagyon elfáradtunk. Szabiék most értek oda a bátorékhoz. Vízonyak a borgyán vannak fedélzetén. Sok magyar szaladt most össze, nem? Ja, azért is örülök neki, hogy találkozott, hogy mindenki mindenkivel, ez így jó. Szentánál vagyunk, megkezdődik a Focus Hunting Challenge. Give me something, something good. Nyársalni magam. Meg elkaplak. Flop technikával vett a követ. Ez kell azért láb. Úgy nézd már rám. Mi van? Aha, túl izé. Túl nagy. Még mindig. Bele kéne terhelnem. Így mászik. Igen? Azért. Hogy csinálhattam? Nem jó. Azért munkás. Na? Csúszik, látom, hogy csúszik. Szerintem az a hiba, hogy két oldal, annyira tágra kell, hogy már két oldalról. Úgy már szinte a másik oldalon. Ezért? Na figyelj, próbáld meg. Fogod a lees, lejön. Minden csak a dobd le előtt. You're still with me all the time.